Hát akkor miért nem figyelsz? Mert már olyan hóférkét, hóférke egy butaliba. Hát jó. Akkor mesélj valami más. Mit szólnál erős elmúlt meséjéhez? Tutu, legalább ezerszer hallottam már. Anyu, valami mást? Talán Alibaba? Mind a 40 rablót könnyelkül tudom. Kifogytam a mesékből, bucikám. Akkor is mesélj, anyu. Milyen mesét szeretnél hallani? Hát olyat, hogy hol volt, hol nem volt. Volt egyszer egy buci, aki elment a közérbe, és elébe toppant egy vad oroszlán. Ja, és legyen még benne piros autó is, úgy, mint ez csak igazi. Hát ha ilyen jól tudod, akkor meséld el magadnak a saját mesédet. Igazán akármit mesélhetek magamnak? Igazán, mesélj. Egyszer volt egy királyfi, az ő apja volt a szegény falákó legkisebb fia. És... Akkor a papája nem volt más, mint a szegény favágó ölfelsége, ugye? Semmiféle ölfelség, csak egyszerűen szegény favágó. És a legkisebb fia volt a királyfi, csak az az egyetlen volt neki. És az az egyetlen királyfi, azt mondta az édesanyához, hogy... Édesanyám, egy életem, egy halálom, én bizony világgal megyek szerencsémmel, próbára kell tennem. Hol a kardom? Itt van még. Eredj, fiam, de ne menj messzire, mert holnap korán fel kell kelni. Mert hogyha elaludnál óra közben, a tanárnő mérges lenne, a szomszédod pedig kinevetne. Az én szomszédom Pirog Zsuzsi, ő sose nevet ki, tudod? Tudom, Pirog Zsuzsi egy kedves kislány. De nem jól mondod, anyu. Fogad sírva, és mondd azt, hogy... Édes egyetlen magzatom, maradj velem kis cselédem, jó? Jó. Ne hagyj el, drága magzatom, maradj velem kis cselédem, nagy a világ. Te kicsi vagy, kis királyfi, már ne hagyj. Nem tehetek más, édesanyám. Szerencsémre próbálok el tennem. Tégy a taliszélma a hangvasút pogácsát. Egy fia hangvasút pogácsám sincs idehaza, de a frigiderben van körözött és a katolyást is sütetek. De ha az ember világán megy, akkor hangvasút pogácsa kell. De mit tegyek, hogy pogácsát? De mit szólnál te, buci királyfi? Egy kis csokis kekszert, vagy epergyamhez? Epergyam, azt kérem. Tessék, jöjj, kanyag. Köszönöm. De ha az ember virággal megy, akkor feltétlenül hambasút pogácsa kell. De miért tegyek, hogyha mi is? Akkor az a holmat nem volt buci királyfi, elment oronyiránt a közértbe. Buci, a közért ilyenkor zárva van? A mesében sosin zárva a közért. Hát jó, ha már úgyis a közértbe nézd, hozz 5 deka élesztőt, de el ne feledd. Nem felejtem el, édesanyám. Szia, mama. Szia, buci. Jó napot, közértesnél. Szia. Jaj, egy oroszlán. Közértes néni, ez az oroszlán nagyon mérges. De milyen mérges? Ilyen mérges oroszlán, mert sose fordult elő ebben a közértben. Már 7 bevült felfordta, han bekapta őket a vásárolt áruval együtt. És még fizetni sem volt idejük. Biztos éhes volt szegény. Ugye éhes volt az oroszlán? Jaj, ez egy messze az oroszlán, de utána vagyok elfelejtettem elmondani az oroszlán igézőt. Oroszlán, boroszlán, mérgesen boroszlán, látom fogad vicsorát, mégsem leszek vacsorát. Na rácsó, tudsz szerencsesen is üthetni? Most árul el, mit kérsz? A finom szalámit ott kell, majd talán savanyú cukrot. Ne fosszass engem, oroszlán, mondd el, mit kérsz? Igazán epergyemet kérsz? Anyu készítette, kell. Mit szól hozzá közérzes néni? Nagyszerű. Hát akkor... Mi baj van, oroszlán, boroszlán? Beszélj! Jó, tehát helyre jött meg, buci királyfi, te ebben megváltottál rá. Persze, hogy adtam neked, hogy úgy váltál rá. De nem is tudtam, hogy beszélni is tudsz. Én se tudtam. Tudod miért? Mert eddig soha senki nem mondta nekem, hogy beszélj. Egyedül te. És ezt most meg akarom hálálni neked. Térj ki egy szállt a kinyomű sárga sörényemből, és tedd jól el. És ugye, ha bajba kerülök, előveszem, ráfolyok, és már is ott elem. Hát persze. Ehhez most mit szólt az egyetlenény? Gratulálok. Hát akkor mit parancsolsz, buci? Hambasút pogácsát kérni. A világelmenéshez lesz? Ahhoz. Szerencse próbához? Ahhoz bizony. Hány deka
a vasékodását lefogtam. 10 vagy inkább 15-eket? Elég lesz a lányag. Nem megyek messzire, csak ide a világ végére. Köszönöm. Más kérdés? Ja, majdnem elfelejtettem. Kérdék szépen még 5 dekai éleszőt is. Az is a világgá menni. Nem, az a mamának kell. Tessék, 5 dekai éleszőt. Köszönöm szépen. Mivel tartozom? Még én tartozom neked hálával és köszönettel, hogy elbűvölted innen ezt a vad oroszlán. Jár szerencsével, Buci. Én veled. Szia. Na mondtam, anyu, mondtam, ne félj, amíg engem lát. Elment, közét nyitva volt, és elmentem a valahol oroszlánra. Nagyszerű, itt a vége, akkor semmi lett. Hova gondolsz, anyu, még csak ez a legked, most ez csak a leges legkezdete. És hogyan folytatódik? Hát úgy, hogy hol volt, hol nem volt, majd mentem, mendegéltem, míg egy keresztünk volt, nem érdek. Inkább ne is beszéljünk róla. Ne csak beszéljünk, mert a néni egészen úgy néz ki, mint az én nagymamám, mert én a nagymamámmal mindennek szoktam beszélni. Akkor te az én balébarátom unokája vagy, és éppen ő hozzá indultam sakkozni. Látod, itt a saktábla. Máskülönben, ha nem szóltottál volna öreganyádnak, nem álltam volna veled szóba. Mert én csak illedelmes gyerekekkel állok szóba. Hát akkor tényleg ezzel szerencse? Ugyebár, nyáradban vagy erre legényke, csak talán nem bizony világá indulsz. Ahhoz bizony. És mi járadban van a néni? De megy a parkba sakkozni? Csak mennék, mentek jönnék, rossz már a szemem, gyöngül már a lábam. Nem bírok neki vágni ennek a forgalmas keresztútnak. Hát nem is tanácsolnám, mi valami buta autó előtt. Tetszik tudni, hogy hívják ezt? A mesében? Nem, a kreszben. Forgalmi dugónak hívja. Én bizony nem tudom. Sárga cserből! Körtelek őt! Szípol a síp! Zsuzet után! Jaj, ki hozza ki! Ki rendja ki ezt a szoros forgalmi dugót? Majd én, senki más. Csendben figyelem, a forgalmat szerelem. Én lettem a rendnek, rendelsz itt már 1-2-re. Csak tovább a forgalmat nem lehet feltartani. Köszönöm, Lucia, hogy szabad utat biztosítottál. Szívesen piros autó. Nini, hiszed az egy piros autómat. Hova rohok? Egy verén fiók, ha leesett a fáról, sietek vele a verén kórházba. De hálám jelöljük, hogy elengedtél, itt a Dudám, ha bajba kerülsz, Dudály 3-at, ott termek is segítek. Viszlát, tudod. És akkor sárt segítem. Jaj, köszönöm. Jót tett helyébe, jót vár. Fogadd el, hálám jelöljük ezt a golyós tollat. Köszönöm, hogy megjött a golyós. Ez nem különség, Ez nem egyszerű golyóstól, ez varázstól, csak leírod vele a nevemet, és én rögtön így termek. Hát akkor kerülnék csak igazi bajba, mint csak első osztályos vagyok, mert nem is tanultam annyira írni. Majd segítünk azon a bajon. Meg tetszik tanítani írni? Ára nincs elég idő, de csak tán ismered a nagybebetűt? A nagybebetűt az ismerem, az én nevem is azzal kezdődik, olyan egyenes háta és kerek hasa. Az a nagy dö. Én a nagy pöre gondolom, ami olyan, mint egy perec. A perecet? Azt ismerem, igaz, ennél jobban szeretem. Hát, elégséges. Na, ha ezt a bőbetűt leírod, én rögtön itt ennek. Igaz, nem vagyok erős, se bátor, de sokat éltem, sokat tapasztaltam. Ha éppen arra lenne szükséged, én segítek. Ég veled, Buci. Ég veled. Mit szólsz a meséhez? Édesanyja, a Bucinak van hangvasapogéja, van egy varázsgolyóstola, egy egyszer oroszlán sörénye és egy csoda dudája. Ezzel a sok kincsel már haza is mesélhetnéd magad. Hova gondolsz, anyu, mi csak most jön a helytállás. Erősen figyelek. Ami mennegél, Buci királyzi, eljutottak a... Óriások földjére! Nem kell ezt óriás, túl nagy vagy óriás, zsugorodj össze óriás! Miért tetted ezt velem, Buci királyfi? Miért tetted ezt velem? Hát bántottalak én téged. Az ami az oka, nem én, ő óriázott ide téged.
Anyu, ne szólj bele! Jó, jó, hallgatok. Nem félsz bele egy ekkora mesébe? Eredj innen! Na de hogy menjek? Így menjek? Miféle óriás az igen? Hát... Igaz, ami igaz, de úgy érem, nem kis a óriása. És most mi lesz velem? Mit tévő legyek? Tudod, mit tarts velem? Fogva? Azt majd meglátjuk. Mert ami ment vendegé buci királyfi, és a törbe óriás eljutottak a csodaújra. Gyere, buci, főzőcskét, éhesek a babák! Nem, mert jön vonatozni. Nem, nem vonatozom veled. Nem, mert velem jössz labdázni. Csoda szép labdánk van ám. Nem, nem labdázom veled. De mindenképpen játszottásom a szükségetek. Itt van ő, a szegény csapórjá. Ő biztosan örömekbe állna közétek. Mit játszunk? Azt játszunk, hogy most már te is óvodás vagy. És ez is maradt. Lánc, lánc, este lánc, ide bűvöl ez a tánc. Na még el itt maradsz, én a Novi csoda, Novi soha többé állam hagysz. Mit szabadtok maguk? Jól értettem? Jól értetted bizony. Ez az Ovi csoda, Ovi. Aki beállt velünk a körbe-körbe karikába, az óvodás marad velünk örökre együtt. Mondjátok, akkor én is örökre óvodás maradok? Igen! És nem kell visszamenjek ilyen vacak törpévé zsugorodni? Nem kell. Akkor éljen az örökös óvoda. Lánc, lánc, eszterlánc, ide bűvöl ez a tánc. Anya, ugye örülsz, hogy nem maradtam örökké óvodás? Örülök bizony. Nagyszerűen tudsz mesét mondani. Mondd, most már hatam meséled magad? Hova gondolsz, anya? Még csak most jön a java. De már későre jár, és közeledik a lefekvés ideje. Buci, hol vagy? Itt vagyok. Itt, de hol? Innen nem vagy, Buci királyfi. Isten hozott pedi hajlékomban. Akkor én most itt vagyok? Hát, hol lennél? Nem emlékszel már? Elindultál toronyirán, mikor egy fényt pillantottál meg a fák közt. Feléje indultál. Láttad, hogy egy kunyhó ablakán szűrődik ki a fény. Hangoztál, hogy bekoppogtasz az én kunyhó ablakán. De én már ajtót nyitottam neked, kis betességetlen. És most itt vagy. És mondd, ki vagy te örömenem? Én? Hát én vagyok az erdőmértő anyókája. Te vagy erdőmértő anyókája? Nem te vagy véletlenül a vasórobába? Hova gondolsz? Én vagyok a kedves, szíves mohatindér. Te vagy mohatindér? Előbb, mintha más mondtál volna. Amit akkor mondtam, az most már nincs. Ami most van, az most van. Érthető? Nem annyira. Készítek neked egy finom leveskét, tehát járt az én kedves alvóbabámmal. Figyelj! Ha megnyomom az orrát, kinyitja a szemét. Ha meghúzom a fülét, becsukja a szemét. Ha megbököm az oldalát, beszél. Pap, pap, mam, mam. Pap, pap. Ha fölállítom, beszél és jár. Pap, pap, mam, mam. Pap, pap, mam, mam. Pap, pap, mam. Mulassál, jó buti király! De hol hasonlít ez valakire? Tényleg, ez Pirog Zsuzsi, de hogy nem tudhatom meg? Megvan, a Pirog Zsuzsinak pont 7 cepője van. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pont 7 ceplő, akkor mit tegyek? Megvan, telefonálok a Pirog Lakásnak. Halló, Pirog Lakás? Igen, itt Buci beszél, a Zsuzsi szomszédja. Nem, nem Hazdúrról beszélek, csak azt szeretném kérdezni, hogy otthon van-e Zsuzsi. Nincs? Tudtam. Hogy honnan tudtam? Az most nem fontos. Hogy tetszik aggódni, érte? Nem baj, majd idejében hazaviszem. Halló? Hogy látszik, nem szakad? Kinek telefonálgat, Buci királyfi? Csak az öreg apámnak, a jó királynak. Nem szükséges. Jó helyen vagy te, és nem eresztelek egy hamar. De csak meg akartam mondani, hogy majd holnap hívjanak vissza. Az nem jó.
ugyanis nekem titkosított telefonszámom van, és nem adom meg senkinek. Akkor már minden világos. Készítettem neked finom leveskét. Verásverset is kifőztem hozzá. Eskedem leske, megked a kecske, forra leveske, jó lesz az este, itt a finom leveske. Köszönöm szépen, nem kérek. Úgy látom, válogatós vagy, puci királyfi. Nem vagyok az, csak most nem kérek. Már beteszed? Különben belétömöm. Azért se. Na megállj! Segíts, oroszlán baroszlán! Jaj! Menj innen! Menj innen! Ne menj innen, oroszlán! Kérlek, segíts! Mert a vasorlóban belém akarja tenni a varázslevesét. Jaj! A lábam! Három fokos égés sérülést kaptam! Jaj! Eszét megvállalt, Bufi! De most ezt nem tudom, és tudjuk irányítani, mert a vészeink úgy elespengal minket, hogy attól koldulunk. Futás! Jaj, a biciklim! Nem is kérdezett, édesanyja. Ő az oroszlán baroszlán, és most ment meg a vasorlóval a levesétől. De Buci, te szereted a levest? Csak hogy ez varázsleves volt mindig, kérem. Az más. Jaj, a nagy menekülésben elfelejtettem visszahozni piros zsuzsi. Most mit tegyek? Mondd oroszlán baroszlán. Az igazad megvan a Buci királyfi. Nekem éles a körmöm. Éles a fogam, de nem valami éles az eszem. Mindenhoz lennem, ha csak eleve így vagyunk tervezve. Hát bizony, mert hogyha ők lennék okosabbak, akkor nem izelnem őket állatkedve, hanem ők szerintem őket emberkedve. Ez a szomorikasság, néni kérem. Ugye Buti királyfi, rá már nincs is itt szükség, de ha újra szükséged lesz a karmomra vagy a fogamra, csak... Szia, oroszlán, oroszlán. Most mit tegyek? Anyu! Nem, Buci, nekem nem volt több mesém. Azt mondtad, hogy ez a saját mesét, és nem szólhatok bele. Akkor figyelj, megvan. Anya, kérlek szépen egy papírt. Tessék. Hát oda, itt kell írni a nagy bevetőt. Pontosan. Nem is tudtam, hogy már tanultátok. Jó estét, Júzika. Engem hívtak, szólítottak. Hát megjelentem. Mi kéne a Móna? Jó estét, Kornicek néni. A vasorodavánál hagytam Pirog Zsuzsi, aki avogóvával varázsolta. Egy jó, mit tegyek? Ez fogos kérdés, de nincs olyan kérdés, amire ne lenne válasz, és erre is van. El kell látogatnod a holdba. A holdba ellátogat most már semmi? Nem az. El kell látogatnod a holdba, és meg kell szerezned a hold királytől a holdezős gyűrűjét. És ha megszerezted azt a holdezős gyűrűjét, akkor rá kell húznod a baba ujjára. És attól a gyűrűtől a baba rögtön megelevenedik. Köszönöm a jó tanácsot. De hogy menjek föl? Megvan, hívom piros autót. Viszlát, Buci, én még itt elbeszéljétek Luzinkával. Hívtak el nem a hívásra, megjelentem. A holdra kellene mennem a vad király balokájához. Ó, hát nem nagy ügy ma már a holdra jutni. Gyere, kapaszkodj. De rázos ez az út. Igen, a fázsok nagyon göröngyösek, de hamarosan a felútra térünk, az már autósztrálának van képítve. Vigyázz, kanyarodunk! Már érkeztünk, itt vagyunk a holdon, a hold király szín előtt. Pardon, Grácia, erre a fejembe. Ki merj egyszerű elsötéteni holdam ezüst fényét? Ki az a vakmerő? Bocsáss meg, hogy csak ide szágultam. Takarod vissza, ahol én jöttél, oda lenne a földön, még azt fogják hinni, hogy teljes holdfogyatkozáson tisztulj innen. Kérlek, amíg előző, hallgatnál. Az emberek újjal van, csak jönnek, mennek, röpkönnek, rám szállnak, piszkálják a bőrömet, nem tőlem, takarod innét! Kérlek, hold király, csak engem tűrnek. Téged? Miért éppen téged? Mégis ki vagy? Mi vagy? Miért vagy? Minek vagy? Nem látom ki, hogy elkebb lesz a saját tündöklő holdam. Hadd lássanak! Mi? Hiszen te poci királyfi vagy? Én vagyok személyesen. Így már egészen más, üdvözöllek a holdat, üdvözöllek nálam, stb. Szóval miért ugrottál át hozzám? Azért jöttem, hogy tisztelegél személyed előtt. Nagyon kedves, nagyon helyes, tisztel! Hát, de még lenne egy kérdésem is. Halljam! Kérném szépen a holdezőt gyűrűre. Ezt
ez a holdezős gyűlvet. Halatlan! Csak úgy ide toppansz, kéletlen, hivatlan a holdon, és már is a gyűlvet a kalod. A holdon nem kellene? Nem, az nem kell. De a gyűrűre égető szüksége van. A hasonlóbában van egy alulóba, aki pirotűzsé a nevet. És csak úgy rothatom a varázsatalon, ha ráhúzom egy holdezős gyűrűre. Szomorú, de nekem ez a gyűrű nagyon kell. Nem adhatom oda mindenkinek, aki ide jön. De megígértem szüleinek, hogy idejében hazaviszem. Megígérted? Nagyszerű, nekem is van ám telefonom. Tőlem is nyugodtan felhívhatod őket. A legmélyebb sajnálatodnak. Nem tud segíteni? Én mindenre képes vagyok, én hasra fesztem a holdra, hogy mindenki azt higgye, hogy teljes holdfogyaszkozás van. Ne, csak azt ne tedd! Inkább alkudjunk, jó? Megkapod a gyűrűmet. De mit adsz ezt egy cserében? Hát, van egy csodadudám. Ki miért adom hátját? Nem állom az ajt. Mi van még? Egyszer oroszlán serej. Nem kell. Egy varázsgolyóstól. Vagy száz ilyen van. Akkor... Ödök a élesztő. Élesztő, keresztő. Hát éppen ez kell nekem. Na, ide vele. Ezt az egyet nem adhatom. Mert az édesanyám rám hiszi, hogy a közélbe hozzam neki élesztőt, mert a kalácsütéshez kell. És ki enné meg azt a kalácsot? Én, vallja a kakaóhoz, kiváltképp szeretem. Akkor nem eszel a kakaóhoz vajas kalácsot, csak vajas zsömlét. Isten, aki tessék, az ötek a köszönöm az élesztő keresztő bucu királyfő. Viszontlátásra. Piros autó. Tudó, tudó, mehetünk. Indulás haza. Vigyázz, bucu, mi harfátok közelembe? Ez hasonlóan az. Üssük el! Nem, buci! Járok elő, nem lehet elődni! De a vasorról nem járok elő, hanem szállok elő! Akkor üssük el! Mi baj, hány piros autó? Miért köhögsz? A vihar kilukasztotta a benzintartályomat, az összes üzemanyagom elfogyt, leállok. Itt? Ég és föld között? Jába az űrben nincs benzinkút. Akkor mit tegyek? Megvan, anya, kérlek szépen eltövernyőt. Parancsolj! Köszön! Akkor majd sikló-repüléssel menjünk le. Tessék, buci királyfi! Megérkeztünk Pirog Zsuzsihoz. Akkor most ráhúzom az ujjára a gyűrűt. Várj, még ne! Hagyj lássam, milyen ilyen kis babaként. Jó. Ha megmom az orrát, kintja a szemét. Ha meghúzom a fölét, becsukja a szemét. Ha megbököm az oldalán beszél. Pap-pap, mamma. Pap-pap, mamma. Felállítom, áll és beszél. Pap-pap, mamma. Pap-pap, mamma. Csoda érdekes. Akkor most húzd a kezére a holdezős gyűrűt, amit olyan ügyesen megszereztél. De nem kellene hozzá egy varázsvers is? Ártani nem ártat. Megy a gyűrűvándorútra, megy a kúthoz, el a korzsom. Hol vagyok? Itt vagy a mesémben. Lili buci. Szerbusz buci. És az a kicsoda? A piros autó vagyok. Szerbusz piros autó. Buci, nem is tudtam, hogy neked már autód is van. Valóságos tártos autó. És hol van anyu meg apu? Hát otthon. Otthon? Akkor én nem otthon vagyok? Nem. Pedig már nagyon késő van. Ne pizserek! De igenis pityergek, mert ki fogok kapni, hogy ilyen későn megyek haza. És azt sem tudom, hol voltam ilyen késő esti. Nem baj, a szüleim mindent tudnak. Mi az a minden? Az most nincs arra idő. Majd holnap elmesélem a szünetben az iskolában, jó? Jó. Hogyha érdekes lesz a mese, akkor jó.